Jó délután, akkor újra két nyelven. So I repeat now in two languages, both of the languages. Nem tudunk utazni, jó? Biometrikus útlevél kell hozzá, jó? És az sem elég jó, mert egy kurva anyja csip van a testemben, jöjjön a pilóta, értsék meg, ez a repülő 14 milliárd dollár. Nem fogják ide-oda reptet, tehát iszonyatos pénz, egy felszállás 8000 dollár, csak hogy felszálljon. So, ain't no possibility to leave this place, right? You don't have biometric passport, you don't have me, because I have this chip inside my body. People, you must understand that if I am the bank owner, I am a well-protected person. You left me on the seat for 5 years. The Americans, they're mad with you. They have this sensor for the chip and it was outside constantly. Tehát, szerintük ez egy bank. Az a réva, free cash withdrawals. We have no cash here. No cash in Budapest. Zero cash here. Zero cash. Zero cash there. I don't care. No administrative person. Nem érdekel. Nem érdekel. No administrative person. Nincsenek senki. Nézd meg. Ez sem bank. Nincs bank. Nincs bank személyzet. Ez nem egy bank. Ez a you must pay your bills, right? Ez be kellene fizetniük a számlákat. Nem fizették ki a számlákat. All electricity, gas, water, internet, television is coming from Budapest. If you put me to the street, I'm heading back to Budapest, I switch off everything. You are targeted by the Americans, you own money to the Americans, they are intent to kill you, right? Tehát emberek, nekem elegem volt. 5 évig ültem az utcán, elég volt. Én nem fogok az utcán üldögélni, elegem volt a cukrászdabankból, elég volt. Én nem segítek ezeknek. Vagy megoldják magukat, vagy megoldják magukat, jó? Elmentem bevásárolni, elegem van.